azt gondolom, hogy hasznos volt, tanulságos és tapasztalatokkal tele fogunk tudni összecsomagolni és készülni a jövőre. Én azt gondolom, hogy ami a Józsi szempontjában nagyon fontos, hogy most már talán azt tudom mondani, hogy megtalálta azt a fogadószállítást, amivel innentől kezdve folyamatosan fog tudni készülni. A Jocinak a helyzet az például csak arra volt elég, hogy egy lósérülés miatt egy kötelező résztvételt tett ezen a versenyen. Az ő teljesítmény az nyilván a tőle szokásostól elvárhatóan lényegesen szerényebb volt, de ez egy ilyen szükségállapot per pillanat, tehát ez nem a végső állapot az ő szempontjából. A többiekkel kapcsolatosan pedig azt tudom mondani, hogy folyamatosan lehet látni azokon a hajtókon, akik egyéni indulóként szeretnének a Európa-bajnokságon elindulni, hogy folyamatosan javul a teljesítményük.